látható módon itt valami az internet világában olyan történik, ami nem csak a média viszonyokat változtatja meg. Nem csak azt változtatja meg, hogy mi lesz a klasszikus írott sajtó szerepe, sorsa, lehetősége, vagy akár az elektronikus médiumoknak a lehetősége. Hogyan alakítanak ki új viszonyt ezzel a világgal? Az internet hogy teremt a kommunikációban új eszközöket a közösségi hálókon, a Facebookon, az IV-ben, hogy alakít ki új magatartásformákat, hanem az is látszik, hogy sokkal szélesebb hatással bír, hogy befolyásolja a társadalmi viszonyokat, nem csak az együttműködést, hanem az esélyeket is. Valahol olvastam, hogy egy 10 évvel ezelőtt Clinton az egyik év értékelő beszédében, Clinton elnök azt mondta el, hogy ma már, mondta 15 éve körülbelül, az Egyesült Államokban a családok esélyeit sokkal inkább az internethez való hozzáférés, és kevésbé az osztályhoz való tartozás befolyásolja. És azt hiszem, hogy bár 15 évvel ezelőtt alig lehetett ezt megérteni, de itt Magyarországon valami olyasmi készül, ami rádöbbet bennünket, hogy hát szembe kell néznünk az internet társadalom formáló szerepével, de minimum azzal, hogy ez egy lakmuszpapírja a társadalmi helyzetek, szituációk, érdekérvényesítő képesség és hátrányok leírásának. Van itt egy csomó izgalmas változás. Változás abban, ahogy ez eszközzé válik a politikai hatalmi harc eszközévé adott esetben választásokat. Változás abban, ahogy a generációk között az internet használat megváltoztatja a viszonyokat. Ágitól hallottam éppen, hogy, és igaz, hogy mi korábban az volt a tanulási, úgymond, hát szocializációs modell, hogy a fiúk tanultak az apáiktól, hát az internetnél itt valami fordítva van. Az apák nemzedéke tanul a fiúk, a gyerekek nemzedékétől. És míg az internet használat a megelőző években, zömében generációs volt, azt lehetett mondani, hogy hát úgy 40 alatt vannak azok, akik zömével élnek és tudnak élni ebben. Ma meg azt lehet mondani, hogy sokkal inkább társadalmi pozícióhoz kötődik az internet használat. Ma már nem életkori, hanem leírja azokat a társadalmi előnyöket és hátrányokat, amelyek egy sajnos szétszakadó Magyarországon igenis drámaian jönnek létre és vannak. Magyarán ott van a használat, ahol a több információ, a jobb érdekérvényesítés, a jobb társadalmi pozíció relatíve, és ott van az internettől való távolság, az internet használat hiánya, ahol a leszakadás társadalmi és regionális értelemben is totálisan tetten érhető, akár a leghátrányosabb kis településeken, térségekben, akár azokban a társadalmi csoportokban, akik szinte ellehetetlenülnek ma Magyarországon. Tehát azt akartam tulajdonképpen csak mondani, hogy hihetetlen izgalmas témával van dolgunk, és azért ennek a munkaprogramnak a keretében tűztük napirendre a kérdést, mert úgy gondoljuk, hogy alternatívát arra, amit ma kormányzás gyanánt csinálnak az országban, nem csak értékválasztási szempontból kell. Nem csak abban az értelemben, hogy elmondjuk, hogy kinek az érdekében akar a mai demokratikus ellenzék akár kormányra kerülni, kinek az érdekében kéri a támogatását az embereknek, mert ez nyilván egy világos értékválasztási kérdés, erre nem olyan nagyon nehéz megválaszolni. De hogy ha oda kerülünk, mit fogunk csinálni, mit fognak csinálni, mik a konkrét megoldások az értékválasztási alternatíván túl, hogy lehet konkrét megoldásokkal szemléltetni, hogy milyen kormányzás is kellene Magyarországon, ezt viszont fel kell építeni. Minden egyes lépése hitelesítő lépés a jövőre nézve, és nem csak szemléltetése egy lehetséges társadalmi együttműködés tartalmának, hanem kulcskérdése is annak, hogy legyen hitelesség ahhoz, hogy együtt tudjunk működni egymással. Ez a kormányzati alternatív munkaprogram tehát éppen arra irányul, hogy megválasszon fontos kérdéseket, lényeges szembejövő vagy általunk napirendre tűzni akart kérdéseket, nem feltétlenül a szakpolitikák szélességével, de kiragadva fontos ügyeket. Azért tegye ezt, hogy aztán utána világos legyen a közös cselekvés, hogy fiókban is legyenek megoldások, meg amíg majd oda jut a sor, hogy ezt csinálni lehessen, azaz jól kormányozni végre az országot, addig meg lehessen villantani, hogy van alternatíva ahhoz képest, ami itt történik.
És hogyha ezek az alternatívák versengenek egymással, az se baj. Ha ezek az alternatívák nem egy-egy véleményt jelentenek, nem jutnak konszenzusra ma, most, a következő években, még az sem baj. A lényeg, hogy van alternatívája, és van nem csak a jelszavakban, hanem a konkrét megoldásokban is alternatívája annak, ami ma zajlik Magyarországon kormányzás szinten. No, hát ezért is izgalmas nagyon a témánk, és őszintén szólva én is nagyon izgatottan várom a mai beszélgetésünket, hogy mire fogunk tudni jutni. Át is adom a szót az, aki Zsolt barátunknak, aki innentől a felelősség. Én is köszöntök mindenkit nagy tisztelettel, és pár mondatban elmondanám, hogy hogy lesz ennek a pódium beszélgetésnek a menete. Először azt, hogy mi ennek a logikája. Ugye az internet az egy nagyon tág fogalom, a beszélgetés az úgy lett összerakva, hogy gyakorlatilag az internet és a média viszonyában minden egyes vendégünk egy nagyon érdekes szeletet tud elmondani. Ugye itt van a Népszabadságnak a képviselője, amely klasszikus, régi print újságnak a képviselője, és az, hogy ragadja meg az internetet. Van a rádiónak a képviselője, a klubrádiónak, aki el tudja mondani, hogy egy rádió számára, ugye előbb rádiót vett, és utána lett az internetkorszak, az, hogy tudja az internetet használni a maga céljaira. Televíziónak a képviselője itt van közöttünk, aki megint klasszikusan először televíziózni kezdett, és utána jött az a korszak, hogy internettel foglalkoztak, és van heti lapnak a képviselője közöttünk, és van Vegytiszta hírportála stop.hu-nak a képviselője közöttünk. Tehát ez az internet világának mindegyiknek egy-egy érdekes szelete, és el tudják mondani azt, hogy számukra az internet mit jelent. A rádió levelezését ma reggel 8 órakor gazdagítottam néhány internetes pánik levéllel, mert hogy elkezdtem dolgozni, és próbáltam interneten hallgatni a klubrádiót. Nálunk, meg hát gondolom mindenkinél az itt ülők közül, a nappaliban, a fürdőszobában és a hálószobában szól a klubrádió. De ott, ahol az én dolgozom, ott nincs rádió, mert ott van internet, és azt gondoltam, hogy ez simán fog menni, de nem szól. Azok, akik itt vannak és nincs rádiójuk, azok, akik itt vannak, azok tudják normális frekvencián hallgatni a 95.3-on a klubrádiót, mert hogy ez Budapesten és környékén ezen a frekvencián hallgatható, de másút nem, és most már egyre többen vannak olyanok, akik interneten szeretnék hallgatni, és nekünk nem vesznek el a részletekben, tehát ez egy néhány filléres készülék, ami elromlott ott, ahol az internet szolgáltatónk van, és meg kéne oldanunk saját magunk közvetlenül a szerkesztőségből szeretnénk föltölteni, de az a filléres készülék is tönkrement, és akkor ahelyett kéne venni egy újat, arra pedig nem biztos, hogy van pénzünk, és a mi kapcsolatunk az internet gerinc hálózata az mikrohullámú, mert hogy olyan helyen van a klubrádió, hogy oda üvegszál nem vezet, vagy elrontották korábban. Szerintem elrontották korábban, akik ezt az egészet építették, mert nem gondolták, hogy ez ilyen fontos lesz. Tehát nincs klubrádió, internet nélkül már nem létezik, ugye rajtunk volt az a nagyon nagy pánik egy fél évvel ezelőtt, vagy talán egy kicsit több, hogy teljesen elhallgatunk, és akkor át tudunk állni az internetes sugárzásra, és teljesen egyértelmű volt, hogy nem konkurens, az internet nem versenyképes a földi sugárzással, tehát az FM frekvencián való sugárzással, és ezek az összefüggések ezek naponta változnak, tehát én már azt képzelem, hogy körülbelül egy olyan fél év múlva, egy év múlva teljesen természetes lesz a közönség jelentős részének, nem az, hogy nem érheti el normális frekvencián a klubrádiót, hanem hogy az ország más tájain kialakítja azokat a vevőkészülékeket, internetes, wifi, stb. Rendszereket, amelyeken az interneten keresztül lesz fogyasztható a klubrádió.
te jelezzél nekem időben. Hogy jó. Mennyi volt? 5 percet mondtál? Egyik 2,5 perc. Akkor még 2,5 percem van. 2,5 percem. Nem nagyon rabolnám a klubrádióval kapcsolatban az időt, mert hogy van egy-két dolog, amit szeretnék még mondani. De egészen röviden még annyit, hogy én nem látok különbséget a különböző médiumok között, tehát teljesen integráltan működtetjük a honlapot, és bármilyen, és a rádiót, nincs értelme, tehát ez nem érti a magyar, illetve a világ médiájának működését ma, aki azt hiszi, hogy tud egy médiumot csak valamilyen fajtát működtetni, mert hogy nem is mondom tovább, az információk jönnek, mennek, és ezeknek az integrált működését kellene jól megoldanunk, és nem is írnék tovább, ahhoz képest, amit mi nyújtani tudnánk az interneten és a rádióban együtt, tehát szereznénk az információkat, sugároznánk, előállítjuk a műsort, azt föltesszük a honlapra, oda kiegészítő információkat teszünk, és fenntartjuk a kapcsolatot interneten is, telefonon is, máshogy is a közönséggel. Tehát ez az egész interaktivitás, ami az internet révén még fejleszthető tovább, és közösségeket hozhat létre, és generálhat, és így tovább. Tehát egy teljesen új kommunikációs világban, média világban élünk. Ezt csak együtt lehet működtetni, amikor az jövedelem egzisztenciális bizonytalanság miatt elment az egyik riporterünk, akkor már nem tudtunk újat fölvenni helyette, ezért csak fél üzemben működik az internet, illetve még ő előtte elment valaki szülni, tehát hogy pozitív dolgok is történnek, csak utána a helyére nem tudtunk másik riportert fölvenni, ezért az egy hőstett, amit a kollégák az interneten keresztül nálunk művelnek. Itt elárulhatom, hogy összesen egy ember csinálja a klubrádió internetes szolgáltatását. A többiek azok mindig helyettesek, akik a hírszerkesztésből vagy valahonnan beesnek. Meg fogjuk hallani, a merészelik mondani a többiek. Minimálisan én azt merem állítani, hogy 6 embernél kevesebb ezt tisztességesen csinálni nem tudja, és akkor még a technikai backgroundról nem beszéltem. Hátralévő 23 másodpercben arról beszélnék, hogy tegnap este rákutattam a feladatomra. Ma Magyarország, most áprilisban 2.110.000 vezetékes szélessávú internet előfizetés van. Tehát azért úgy rögzítsék az emberek saját magukban, hogy már lényegében leszámítva a perifériákat, ami majd egy külön történet, a fontos társadalmi csoportok, közegek elérhetőek, és utána a kétségbeesés kergetett. Én rendszeresen moderátor vagyok az Internet Hungary rendezvényeken, tehát az elmúlt időszakban láttam, hogy ez az üzletág, ez az ipar, ez a média szelet a társadalomban, milyen fejlett, milyen jó fejek, milyen magas színvonalon működtetik ezt az egész rendszert. Ehhez képest valami olyan hihetet, 2009-es volt az utolsó cikk, amit találtam, mondom, 2,5 órás kutatás után, ami a fő témánkról szól, hogy a kormányzás, politika, internet kapcsolatrendszere hogyan működtethető. Lehet, hogy a kollégák írtak, és akkor így tudják, hogy mi van még publikált cikk elérhető. Másokról alig lehetett ilyet találni, és ezen kívül pedig a Nemzeti Infrastruktúra és Információs Fejlesztő Intézet, tehát van egy ilyen új szervezet, honlapján semmi nincs ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy itt van egy óriási vákum, annak megtaláltam a magyarázatát is. Ez a mai kormányzás, ez, mint tudjuk, centralizált erőtérnek a menedzselése, az kifejezetten nem az autonómiáknak megfelelő rendszer, az internet az pedig csak autonómiák által működtethető igazán jól. Tehát kétfajta társadalmi berendezkedési modell harcolással, ez a központosított mai Fidesz, kereszténydemokrata, stb. És a másik, amiről még nem tudok semmit, de aki fölfedezi, Obama például fölfedezte annak idején,
hogy micsoda energia rejlik abban, hogy oda van adva az önszerveződés lehetősége közösségeknek, amelyek aztán egy irányba elkezdenek mutatni. És ez neki bejött, most ugyanezt csinálta, 32-szer annyit költ internetes hirdetésekre ebben a választási periódusban, mint a konkurenciája. Én megmondom a végeredményt, tehát azt mondjuk, ezek után Obama nyert. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű. Tehát, hogy ezt... Hát, meglátjuk. Tehát, hogy aki többet tud ezekre a rendszerekre költeni, annak jobbak az esélyei. Én 5 területet írtam föl magamnak, ami az ATV számára érdekes. Ez körülbelül egy ilyen 4-5 éves kapcsolat az ATV és az internet között, tehát viszonylag a történet elején járunk, de azért már eléggé érdekes tanulságokat gyűjtöttünk össze. Hangosabban beszélhetek, túl meg is. Jó. 4 évvel ezelőtt indítottuk el az ATV.hu-t, abból a megfontolásból, hogy azt tapasztaltuk, hogy a televízió gyakorlatilag a hírversenyt ma már nem tudja megnyerni. Tehát az, hogy este valami bekerül a híradóba, azon túl, hogy nyilván sokkal szélesebb közönséget tud elérni, de maga, mint hírverseny már nem tudja megnyerni ezt a kiírást. Tehát nyilván nekünk nagyon fontos a nézettség is, meg a legfontosabb, ugye az ATV ez egy kereskedelmi tévé, tehát a nézőkből ér, és próbáljuk ugye a nézettséget maximalizálni, de nyilván a presztízsünk miatt, és ez összefügg a nézettséggel is, fontos, hogy a hírversenyt is meg tudjuk nyerni. És ezért az internetet azt mi arra használjuk, hogy a televíziónak egyrészt a presztízsét felfelé húzza, illetve azt, hogy ezt a hírversenyt, amit a televízió már nem tudna megnyerni, azt az internet segítségével próbáljuk megnyerni. Magyarán van egy jó értesülésünk, nem várjuk meg a 6 órás híradót, gyorsan megírjuk, bum, ki az internetre, és már mehet is az MT-be. Ilyen volt például most 2 napja, amikor megtudtuk azt, hogy a Semmin Zsolthoz kerül az információs hivatal, nem vártuk meg a 6 órás híradót, gyorsan ki délelőtt az internetre, és az esti híradókban máshol már az ATV.hu mint forrás hivatkoztak rá. Önmagában az ATV.hu ez kevés lenne, szükségünk van úgynevezett RSS csatornákra is. Ez a hírkereső és a hírstart, akikkel van egy együttműködésünk. Gyakorlatilag nélkülük ez az ATV.hu egyen egylábú szék lenne. Tehát van egy törzsolvasó bázisunk, ez egy olyan 25-30 ezer főből áll, akik magáért az ATV.hu-ért jönnek hírt olvasni, tehát beütik azt, hogy www.atv.hu, de a maradék olvasóink, és ez így együtt egy olyan 120 ezer egyedi látogatót tesz ki naponta, ezek úgynevezett ilyen RSS csatornákon, tehát hírstart, hírkeresőn találják meg az ATV-nek az internetes híreit. És azt látjuk, hogy egyébként az Index és az Origón kívül a többi hírportál is a kattintásainak a nagy részét ilyen eszközökkel érik el. Van egy új lehetőség, ugye ez a Facebook, de erről majd később. Még amit érdekességképpen itt megjegyeznék, az, hogy azt látjuk, hogy főleg ilyen beszélgetésekben a konkurenciával, hogy egy abszolút reális lehetőség az, hogy elkezd szűkülni a piac. A hírportáloknak a többsége az masszívan mínuszos, és azért a tulajdonosoknak is kezd elfogyni a türelmük, tehát elképzelhető, hogy a közeljövőben, akár idén is több hírportál is befejezi a működését, ami hát olyan módon egy szomorú hír, hogy nyilván kevesebb, hogy mondjam, értékrend fog megjelenni az interneten. Akkor a blogokról néhány szót mondanék, amik szintén az utóbbi időben egy döbbenetes, létszám növekedést produkáltak. 2006-ban 36 millió blogot találhattunk az interneten, tavaly év végén már 181 millió blog volt fönt az interneten, tehát 5-szörösére nőtt a blogoknak a száma. Érdekes egyébként, hogy többségében nők írnak blogot. A korosztály pedig nyilván logikus, hogy 18-34 éves korosztály, aki blogot ír. Ez nyilván egy mennyiségi szám, és azért azt gondolom, hogy a véleményformáló erő azért az nem
a teljes palettát jellemzi. Tehát körülbelül olyan 3-4 olyan blogban most Magyarországon, ami komoly véleményformáló erővel bír, a többi az hazafutottak még kategória. Itt még zárójelben azért a mémeket is megemlíteném, ami ugye egy régi műfajt, ez egy 1976-os kifejezés, ez az interneten hirtelen népszerűvé vált események, jelenségek a fogalma. Ugye a Schmidt-Pálnak a plágium ügyében rengeteget beszélt a sajtó a mémről, még a mi híradónk is egyébként foglalkozott, mert olyan hatással volt ez az internetre a botránnyal kapcsolatos mémeknek, hogy egyszerűen még egy híradóba is bekerült, tehát ezek a karikatúrák. Nyilván mi ezt nem mutattuk be, de hát van a Bukás című film, aminek már ugye 1000 ilyen mémes verziója készült, tehát hogy van Gyurcsányos, meg van Orbános, Schmidt-Pálos verzió, és ugye ezek a videómegosztókon megtalálhatóak. Ami most nekünk egy abszolút friss és új lehetőség, az a Facebook. Januárban indítottuk el az ATV-nek a Facebook oldalát. Azt látjuk, hogy ez is akár csak az atv.hu nem egy nehézség, tehát nem egy versenytárgy számunkra, hanem egy lehetőség arra, hogy újabb felületekre jussunk el. Nyilván erről majd a Népszabadság máshogy fog beszélni, tehát ez az internetes erősödés nyilván a nyomtatott sajtóra inkább negatív hatással van talán, mint a televízióra. Az előrejelzések szerint idén nyáron már az 1 milliárd Facebook felhasználó, vagy az 1 milliárdot is eléri a Facebook felhasználóknak a száma. Most olyan azt hiszem, ilyen 900 és 1 milliárd között van a Facebook felhasználók száma. De érdekesség egyébként, hogy most olvastam olyan híreket, hogy Kanadában és Nagy-Britanniában csökken a Facebook felhasználók száma. Tehát azért az utóbbi időben azért ennek a felületnek azért a korlátairól is lehet már olvasni. Tehát vannak olyan előrejelzések is, ezek a legpesszimistább előrejelzések, hogy elképzelhet, hogy a Facebook is a Yahoo-nak a sorsára jut, tehát hogy ez egy fellángolás lesz. Ez egy kisebbségi vélemény, tehát az uralkodó nézet az az, hogy a Facebook még azért masszívan tud gyűjteni felhasználókat, és véglegesen átalakítja az olvasói szokásokat. Érdekesség egyébként, hogy 20 perc alatt 6 millió bejegyzés születik a Facebookon, 2,7 millió fényképet töltenek fel ugyanannyi idő alatt, és több mint 10 millió komment érkezik a Facebookra 20 perc alatt, tehát döbbenetes aktivitás van. És ugye ezt mi is meglepően tapasztaltuk, hogy januárban, amikor elindítottuk a Facebook oldalt, szóval ez döbbenetes, hogy ez hol születnek ezek, tehát a munkahelyem egyébként elsősorban, tehát itt egyébként vannak ilyen mérések is, hogy például rontja az emberi kapcsolatokon túl a túlzott Facebook felhasználás, az rontja a tanulmányi eredményt, a munkateljesítményt, stb. Tehát azért a Facebooknak lehetnek komoly káros hatása is. Na most, mi januárban indítottuk, már 20 000-en feliratkoztak az ATV-nek a Facebook oldalára, és csupa pozitív tapasztalatunk van itt az első fél év után, tehát információkat, tippeket kapunk az olvasóktól. Volt olyan, hogy egy olvasó közölte velünk, hogy sokkal jobb címet tudna adni ennek a cikknek, és mi át is írtuk akkor a cikknek a címét, mert jobban tetszett az, amit. Igazából ezek a felhasználók kicsit már ilyen szerkesztőként is dolgoznak az ATV-nek, amellett, hogy nem kell ezért nagyon fizetnünk, tehát ez egy rendkívül előnyös együttműködés a felhasználóinkkal. És ugye azt is tudjuk, hogy a Facebook azért képes forradalmakat is elindítani, gondoljunk csak itt Egyiptomra, ahol a magas élelmiszerárak, a munkahelyek és a szólásszabadság hiánya miatt az elégedetlen fiatalok a Facebookon és a Twitteren indították el a forradalmat, ami az egész térséget teljesen gyökeresen átalakította. Egy nappal egyébként a forradalomnak a kitörése után ugye a Mubarak rezsim az letiltotta a teljes internetet és mobilhálózatot az országban, és ebből is csak tovább indulatok és feszültségek keletkeztek. Egyébként érdekes, hogy a pártok is egyre többet költenek például Facebook hirdetésekre. Most olvastam, hogy az LMP ebben az évben eddig több pénzt költött Facebook hirdetésre, mint eddig összesen. Tehát ez is egy új lehetőség.
itt ugye az a probléma, hogy a hirdetésnek a mérés az pontosan még nem történt meg, de ez is a közeljövőben valószínűleg megváltozik. Tehát pontosan lehet majd azt mérni, hogy egy hirdetés az mennyi felhasználóhoz fog eljutni, és ez mondjuk sokkal vonzóbb egy hirdető számára, mint akár egy televíziós hirdetés, mert ott annyira pontos számok azért nincsenek, mint mondjuk az interneten, vagy akár a Facebookon. És akkor még a YouTube-ról, meg az okostelefonokról beszélnék még itt a végén. A YouTube-nál is döbbenetes aktivitás észlelhető. Egy perc alatt 72 órányi videóanyagot töltenek föl a felhasználók. Ez azt jelenti, hogy ha én most elmondok itt egy 10 perces beszédet, akkor az alatt annyi videót töltenek föl a YouTube-ra, hogy annak a megnézés az pontosan egy hónapot kell neki. Tehát most, mire ezt én befejezem, egy hónapnyi videó felkerül a YouTube-ra. És nyilván ebből se akarunk mi kimaradni, ez is nekünk egy lehetőség, és ebben is az utóbbi időben láttuk azt, hogy ez micsoda reklám volt az ATV-nek. Például az, amikor volt az Angyal Józsefnek az a híres bizottsági felszólalása, amikor a vidék elvesztéséről beszélt, egyedül az ATV kamerája volt kint. Ezt mi azonnal föltöltöttük a YouTube-ra, és a témában megjelenő összes cikkhez a konkurens hírportálokat is beleértve, Index, Origo, stb. Mindenki beágyazta ezeket a videókat. Ez az ATV-nek egy nagyon jó reklám is volt, és hogyha eljön ez az időszak, hogy a YouTube oldalból is tudunk mi bármiféle profitot termelni, akkor ez nyilván nekünk az olvasottságunkat nagyon föl tudja növelni, az, hogy a mi videónkat ingyen átveszi. Akkor végül pedig az, ami igazából a tervekről szól, ez az okostelefonok és az úgynevezett tabletek, amik szintén egy óriási lehetőség számunkra. Mi elkészítettük az iPhone készülékre az alkalmazásunkat, ami első formában nem volt még annyira sikeres, de igazából mivel minimális ráfordítást tettünk ebbe a projektbe, ezért ez nem is fűztünk ehhez olyan komoly elvárásokat, de most készül az új iPhone és iPad alkalmazás. Az a célunk, hogy fizetős alkalmazásokat juttassunk el az Apple Store-ba, és majd az androidos telefonokra is, hogy ezen keresztül telefonon és tableten ingyen, vagy ilyen fizetős alkalmazáson keresztül lehessen az ATV-nek az élő adásait nézni. És ugye ez is azért jó, mert ez is egy pontosan mérhető adat lesz majd, hogy hány ilyen okos telefonon és tableten van rajta az ATV-nek az alkalmazása, azonnali pénzszerzési lehetőség ez is a televízió számára. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy emellett, hogy ez a lehetőségeknek a tárháza egy televízió számára, és úgy érezzük, hogy ennek a változásnak mi a nyertesei lehetünk. Nyilván a hírszerkesztésre is ez komoly hatással van. Egy ilyen netes kifejezéssel élve egyfajta szoftver frissítés kell a fejeinkbe kieszközölni. Gyakorlatilag a hírnek a fogalma és az elmúlt években alaposan átalakult. Érdemes itt erre az asztalra egy pillantást vetni, az Imre előtt egy papírcetli van, a Csaba előtt egy füzet, én előttem is papírcet, hopp, ott egy tablet. Az egyetlen az asztalon, lepukatlak, ha nem alakszol. Nem a legfrissebb, nem a legújabb generáció, megkérdeztem tőle. Nem tudom ebből mi következik, de valószínűleg valami igen, majd érdemes legondolkodni, csak egy pillanat felvitt erejéig. No, én ha lehet, nem most arról beszélnék, hogy arról csak kevesebbet, hanem inkább messzebbről indulnék. Azt kell mondjam, hogy szkeptikus vagyok, nem az internettel kapcsolatban, nem az internetre vonatkozó ismereteinkkel kapcsolatban, főleg ami a jövőt illeti. Ugye ismert talán az anekdota a Henry Fordról, amikor a T-modellt piacra dobta, összedobott egy bizottságot, hogy mérjék föl neki, hogy ez az autó, ez a piac, ez mégis mit jelent a jövőben. A bizottság kihozta egy tanulmányba, hogy 1950-re az Egyesült Államokban 50 ezer autó lesz. A Ford elragadtatva nézte a táblázatokat, hatalmas piac, óriási lehetőségek, aztán fölnézik, azt mondja, baj van, hát honnan veszünk ennyi sofőrt? Na, ha csak 10 évre, és az nagyon pici idő, 10 év, visszagondolunk. 2002, ha emlékeztek, az SMS-ről szólt. Választás év volt, SMS-be ment a választási kampány egy része. Az emlékezetes Erzsébet hídi blokkádot SMS-en szervezték, és
mi megírtuk a tanulmányokat, az elemzéseket, hogy az SMS így, meg az SMS úgy. 2003-ban két egyetemista összebarkácsolt egy szájtot, hogy a egyetemista haverjaik tudjanak egymással kapcsolatot tartani, meg esetleg képet is föltenni magukról. 2006-ban SMS-re már annyit nem foglalkoztunk, akkor minden politikusnak saját szájtja kellett, hogy legyen. Volt is jó részt. Aztán 2008-ban berobbant ugye az, amire utaltatok az előbb, hogy az Obama lehajolt a fillérér is, és a Facebookon keresztül tette ezt. És ilyen $5 adományokból is hihetetlen pénzt adott össze a Facebookon keresztül a választási kampányhoz. Hát közben az a két egyetem is azt mondta, hogy hát akkor már többi egyetemről is hadd lehessen fölmenni arra a szájtra. Aztán egy kis pénzmag is akadt, szerverkapacitás volt, hát akkor mégis bárki fölmehet arra a szájtra. Ugye, és akkor most ott tartunk 2012-ben, hogy a politikusnak nem igazán fontos, hogy saját szájtja legyen, de Facebook profilja kell, hogy legyen. Hogy a tanulmányok most arról szólnak, hogy a legfrissebb kutatások szerint, hogy már van egy olyan generáció, ami az információit a világról, a történésekről nem a Printről szerzi, nem a New York Times-ból, vagy a Népszabadságból, nem a CNN-ből, nem a tévéből, a rádióból, még csak nem is a, hogy mondtad, olyan vegytiszta szájtokról, mint akár a Stock, vagy az Index, vagy az Origo, hanem a Facebookról. Onnan van neki minden. Most, hogy most a Facebookról írjuk az elemzéseket, és hogy valahol két egyetemista éppen mit barkácsol, arra hát fogalmunk nincsen. Szóval annyira gyors minden, ugye gyors, nincs gyorsabb, mint a gondolat, hát van, ma már mire fölmérjük a környezetet, amivel működünk, azt kielemezzük, arról elkészítjük a prognózisokat, addigra már egy egészen más valósággal és környezettel állunk szemben. Tehát körülbelül ennyire látunk előre a jövőbe. Persze az, ez nem akarom azt mondani, hogy nincs mit gondolkodni, nincs mit beszélgetni. Ilyen csak vezérszavakat írtam föl, mert hogy rengeteg minden van, ugye? Hogy a társadalmi változásokról beszéltünk, és itt Clintont idéztük az előbb, az információ szakadék nő, hát ezzel szembe kell nézni. Az nagyon jól hangzik, hogy az internethez, hogy az való hozzáférés az fontosabb, jobban befolyásolja, mint az osztályhelyzet. Hát csak az osztályhelyzet befolyásolja az internethez való hozzáférést. Persze. Aztán hát, hogy össze, hogy átalakul a nyilvánosság szerkezete, milyen módon különbözik éppen, minden igaz, amit előttem elhangzott. Rengetlen struktúrálatlan információval, hírrel kell valamit kezdenünk, ami között rendkívül kéne valahogy vágni, de hát ez nem nagyon sikerül. Ugye az interneten fönt lévő információk, ha jól emlékszem az elemzésekre, kb. 90%-a olyan, ami fekete luk, tehát olyan oldal, amire látogat föl senki, ahova nem vezet semmi. 10%-át használjuk az internetnek körülbelül. Aztán hát talán néhány konfliktus, csak vezérszószerűen, ugye szó esett már más kifejezésekkel. A hivatalos információgyártók és közvetítők mellett ugye ott vannak most már a nem hivatalos információgyártók és közvetítők, amiből az következik, hogy az is, hogy nem lehet eltitkolni semmit. Ez egy pozitív fejlemény, de megjelent az interneten a szenny, a téveszme, a hamis ismeret, a hamis hír, a butasság, az ostobaság is, és ugyanolyan energiával és erővel terjed, mint a jó hiteles információ és a megalapozott ismeret. Nem is csak információ, ismeretről beszélek. Ami most már közvetlenül minket is érint, és mindnyájunkat, a hír és információgyártás feltételei alapvetően átalakultak, csak hirtelen. Ugye a két legfontosabb tanulság. Nem lehet nem megírni valamit, ami történik, mert megírja más. Megírja más 20. Ez még a plurális printnél is érvényes volt, ami viszont úgy, hogy nem lehet levenni semmit, nincs olyan, hogy leveszünk. Ami kikerült egy percre az internetre, azt meggondolhatjuk magunkat, hogy azt mégis levesszük, akár magunktól, akár valamilyen kérésre, az akkor már fönnmaradt. Sőt, még az a felhívjuk a figyelmet, amikor levesszük. Ugye voltak levételekre, ilyen kísérletekre példák.
csak nálunk is az elmúlt évben. Aztán, hogy amivel én naponta szembe kerülök, amivel én naponta szembe kerülök, megint csak vezérszószerűen a sajtó helyreigazítás feltételei, körülményei alapvetően megváltoztak. Ami ma van szabályozás, az használhatatlan, elavult, értelmetlen. Később, hogyha valakit érdekel, erről külön kitérek, de nem hiszem, hogy most ezzel oknám az időt. Úgyhogy tényleg nem tudok hova nyúlni, hogyha konkrét akarok lenni, hogy a hírözönben hogyan struktúráljuk a híreket, amit oda teszünk az olvasó elé, aki egyébként mást, maga is struktúrál, mert mást is néz, párhuzamosan nézi a több szájtot, hallgatja a rádiót, nézi a televíziót. Vagon repülünk, az az igazság, hogy vagon repülünk. Mielőtt a 168 óra sikertörténetéről beszélnénk, előtte hadd mondjak el két olyan elemet, ami a politikával összefüggés nagyon fontos. Az egyik, bár ezt a politikusok jobban tudják, Schmidt Pál esete. Számunkra, akik az internetet csináljuk, elég nyilvánvaló, hogy az internet maga volt az az eszköz, amin keresztül Schmidt Pált megbuktatta a társadalom és a politika. Nem a politika játszotta ebben a főszerepet, hanem az a közösségi nyomás, azok a mémek, azok a különböző dalok, karikatúrák és így tovább, amelyek egy adott pillanatban elárasztották az internetet, és olyan hatással voltak a társadalomra, hogy egyszerűen nem lehetett már ignorálni. És ez a nyomás, a politikára gyakorolt nyomás volt az, amelyik megfontolásra késztette a Schmidtet és a Fideszt. Ez azért fontos, hogy gondoljunk vissza 10 évvel ezelőttre, hogy milyen ereje volt az internetnek egy ilyen eset, semmilyen. Hát kit érdekelt, hogy mit ír a Népszabadság, mondjuk, mit ír a Magyar Nemzet, mit mond a Híradó. Igen. A másik eset pedig talán még inkább érdekes, a kormányváltás után azonnal összevonták az összes közszolgálati médiumnak az internetes kiadását, és kitettek oda a Heti Válasz online kiadásának a főszerkesztője. Tehát jelen pillanatban a Heti Válasz volt főszerkesztője, szerkeszti a teljes internetes online kiadást, amiben az összes közszolgálati rádió, az MTI, TV-k, stb. Van. Tehát a Fidesz nagyon is felismerte, hogy az internetben olyan eszköze van, amelyik egyrészt egy kézbe kell koncentrálnia azt az információ halmazt, amivel rendelkezik, a másik pedig, hogy piaci körülmények között is helyet kell állni. Volt a Híradónak korábban is honlapja, többi közszolgálatnak is volt, de milyen volt? Hát gyalázatos, nem lehetett vele semmit csinálni. Most viszont egy olyan embert tettek oda, aki korábban ebben a közegben érlelődött, tehát tudta, hogy mi az a hírstart, tudta, mi az a hírkereső, tudta, hogyan kell címet adni, hogyan kell becsapni az olvasót, ugye ezt mindenki tudja ezekkel a bizonyos címekkel. Tehát még egyszer mondom, van egy felismerés, és akkor még egyszer vissza akartam térni, még egyszer mondom, Jobbik és Kuruc Info. Tehát tulajdonképpen az a párt a Kuruc Infon szerveződött meg, az interneten szerveződött meg. És eköré a párt köré egy olyan honlapot hoztak létre, amelyik ezt a pártot szervezi. Nem a Jobbik honlapja szervezi ezt a pártot, hanem van egy lap, van egy közeg, van annak egy közössége, és ez a közösség az interneten keresztül nap mint nap saját magát a kohézióját erősíti. És akkor térjünk vissza most a 168 órára, ami tényleg sikertörténet. Mi 4 évvel ezelőtt kezdtük el az internetet komolyan venni, és akkor kezdődött egy projekt. Csak összehasonlításként akkor 2500 olvasója volt, egyéni látogatója a 168 óra online-nak. Idén elértük a 130 ezer egyéni látogatót naponta. Ez azt jelenti, hogy a 168 órának, mint heti lapnak, egy túlélési stratégiát kellett kidolgozni. Tehát nem lárhullár született meg ez az internet, hanem úgy gondoltuk, hogy a lappiaci tendenciákat nézve elő vagy utóbb bekövetkezik az a helyzet, amikor viszonylag kevés példányszámban tud egy nyomtatott heti lap különösen életben maradni, de meg tudjuk nézni azt, hogy mik azok a lehetőségek, amivel egyrészt a heti lapot tudjuk erősíteni, másrészt a túlélést hosszú távon garantálni tudjuk. És hogy rövidre zárjam ezt a szakaszt, a fejlődéssel, ahogy Szilárd is mondtam, körülbelül különböző platformok, eszközök és tartalmi elemek jelentek meg, és ahogy ezek megjelentek, abban a pillanatban át kellett állnunk rá. Amikor azt mondjuk, hogy van egy 168 óra heti lap, amit olvas egy közönség, amelyik 50 pluszos, amelyiknek szokásai vannak, és ez a közönség mit vesz? Imást vesz. Tehát amikor oda megy a kioszkhoz, akkor nem azt mondja, hogy tudom, hogy mi van a 168 órában is el akarom olvasni, hanem azt, hogy én egy 168 órát akarok venni, mert nagyjából tudom, hogy mi lesz benne, és érdekel. Aztán jön a 168 óra online, amelyik nem imást ad el, hanem információt. Ott már címeket kell adni. Tehát akkor a 168 órából tudom, hogy miket olvasok el, mert már ott van. Ez a második stáció.
És ekkor jön a harmadik stáció, ez a Facebook közeg, amelyik korosztályban is más. Mikor azt mondtuk, hogy 50 plusz a nyomtatott, mondjuk, hogy 40 plusz az online, beérkezünk a Facebookhoz, amelyik már 10 plusz. Tehát a 168 óra, mint heti lap, vagy mint brand, el tudta azt érni, hogy 10 pluszos olvasói lettek, és ezek az olvasók az online-on, illetve a Facebookon keresztül már a nyomtatott 168 óra cikkeit is olvashatják. Eljut hozzá. Miért fontos ez a három közeg? Azért, mert a három közegnek más funkciója van. Az első közeg egy gyakorlatilag passzív közeg. Valaki vesz egy újságot haza, hogy elolvassa, aztán legfeljebb ír egy levelet. A másik az internet, ahol már van interakció, mert hozzá lehet szólni az egyes cikkekhez, de ez még mindig egy viszonylag passzív, mert hogy a szerkesztőséggel nem beszélget. És a felfedezés igazán a Facebook. A Facebookon ugyanis közvetlen párbeszéd folyik. És amikor azt mondjuk, hogy az olvasó címet ad, véleményt mond, ez azért nagyon fontos, mert azonnali visszajelzés van. Tehát egy heti lap számára, ugye mikor tudja egy lap, vagy egy heti lap eldönteni, hogy egy cikk tetszik, vagy nem tetszik? A heti lapból soha. De abban a pillanatban, hogy kikerül az internetre, abban a pillanatban, hogy a Facebookon megforog, tudjuk azt, hogy hányan kattintanak rá, tetszett, nem, utálják, nem. És innen pár az ember nem csak taktikákat, hanem stratégiákat is ki tud dolgozni. És ha már oda jutottunk, hogy megjegyzések, kommentek. Bizonyára ez a közösség tudja, hogy a médiatörvény bevezetésével megrettent egy jó néhány internetes portál, és levette a kommentjeit, nehogy a médiatörvény hatálya alá kerülve büntetést kapjanak. Mi nem tettük. Az első naptól nem, és másnap láss csodát, hogy a média hatósága 168 óra online-nal kezdett el példá hozni, hogy nem kell olyan nagyon félni, mert lám a 168 óra online nem vette le a kommentjeit, és mind a mai napig tartjuk magunkat ehhez. Miért érdekes ez? Azért, mert például az Indexnek nincsenek kommentje. A heti válasz levette a komment lehetőséget. A Magyar Nemzet korlátozza. Bizonyos portálok ebben a szituációban egy nagy lehetőségtől, az olvasóval való közvetlen véleménycserétől megfosztják magukat félelemből. Persze óvatosan, tehát a jégen óvatosan kell járni. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy a jövőt mindenképpen az a közösségépítés jelenti, amikor egy lap, egy online szerkesztőség tudja azt, hogy mit gondolnak róla, és tudja azt, hogy merre felé kell fejlődni. Igen. Talán valamit még a fizetős tartalmakról, igen, a túlélésről. Itt ezt a gárdát szerintem leginkább még egy perc talán, ugye? Van egy perc? Egy perc. Az izgatja, hogy lehet túlélni. És az a furcsa helyzet áll elő, hogy azok a médiumok, amelyek szinergiában gyártanak, lásd, Népszabadság, 168 óra, nyomtatott lapot és online tartalmat, abban a furcsa helyzetben vannak, hogy a nyomtatott tartalom nyereséges, de csökkenő népszerűség. Miközben az online tartalom nagy népszerűségnek örvend, rengetegen olvassák, de nincs benne üzlet. Az igazi kérdés az, hogy megtaláljuk-e azt a formulát, amivel azt az online tartalmat, ami meggyőződésem, hogy a jövőnk, üzletté is lehet tenni. És nekem van egy rossz tapasztalatom, hogy rengeteg ilyen konferencián, tanácskozást, Tihany, meg ilyen helyeken mindig elmondják azt, hogy most pedig a média jövőjéről, túlélésről fogunk beszélgetni. És akkor a végén, mikor 3 nap után az ember megkérdezi, hogy na és kaptunk-e receptet, akkor végig mindig az, hogy nem, nincs. Tehát jelen pillanatban azt tudom mondani, legalább a többiek nevében nem beszélhetek, de szerintem meggyőződésem, hogy nincs olyan recept jelen pillanatban, se nemzetközi, se hazai, amelyik legalábbis a hazai online és internetes és elektronikus sajtó számára olyan fajta használható túlélési receptet adna, amelyikre azt mondjuk, na ezt kell követni. Minden egyes cégnek, minden brandnek ezt saját magának kell kialakítani. Úgyis az lesz a vége, hogy vannak receptek, de hát úgyis mindenkinek ki kell találni. Éppen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tanult kollégáim előtte már nagyon sok mindent elmondtak az internet fontosságáról, a nyomtatott sajtó és az internet szerepéről, a TV és az internet szerepéről. Ezért próbálok nagyon röviden kizárólag a Népszabadságról beszélni. Az egyértelművé vált már a 90-es évek végén, hogy a hagyományos printlapok sincsenek meg internet tartalom nélkül. Még akkor sem, Csutava Csabára, hogyha a Népszabadság bevételének döntő többségét azt a print bevétel adja. Az online 90-es évek elején, amikor
elindult az online tartalom készítése, megjelentek az első portálok, még az a remény volt a szakmában, a tulajdonosokban, hogy ebből nagyon sok pénz jöhet be, nagyon sok hirdetés jelenhet meg az online tartalmakból, de már azt kell mondani, és nem csak a gazdasági válság miatt, hogy az online lapoknak, az online portáloknak a jelentős része minimális nyereséget hoz, vagy veszteséges. És ebben az értelemben a Népszabadság a 90-es évek végén is azt remélte, hogy az onlineban több bevétel, több piaci lehetőség van, és akkor egy saját szerkesztőséget alakított ki Lederer Pál vezetésével a Népszabadság online-ra, de néhány éven belül kiderült, hogy nem hoz olyan bevételeket, hogy egy önálló szerkesztőséget fönn tudjon tartani, és ezért integrált szerkesztőséget hozott létre a Népszabadság, ami azt jelenti, hogy jelenleg két vezető online szerkesztő szerkeszti napi szinten a Népszabadság online tartalmát. Van 2-3-4 segédszerkesztőjük, akik napi, heti szinten besegítenek nekik, de a Népszabadság újságírói, tehát akik a lapot írják nap mint nap, valójában azok írják az online tartalmat is. Persze fölmerül a kérdés, hogy ha a bevételek döntő többségét a Népszabadságnál a lap hozza, akkor miért van szükség az online felület fenntartására? Most ehhez két adatot szeretnék hozni, hogy a Népszabadság napi olvasottsága 220 ezer fő, és a null napi átlagos elérése pedig 100 ezer fő. És e két szegmens között, tehát e két halmaz között nagyon kicsi a közös halmaz. Igen. Tehát, hogy a Népszabadságon körülbelül online és print tartalommal együtt napi szinten 300 ezeren olvassák, 300-320 ezeren, és a brandjéhez, a Népszabadság nyomtatott lapjának a brandjéhez ma már egyértelműen hozzátartozik az online tartalom is. A kollégák elmondták részben, hogy az internet, a nyomtatott sajtó mellett milyen tartalmakat tud adni. A Népszabadságnál természetesen a hírversenyben való részvétel számunkra nagyon fontos, de emellett egy teljes tartalmat akarunk adni hírekben, elemzésekben, publicisztikákban is, hiszen a két tábor, a printlap olvasótábora és a null olvasótábora alig fedi egymást. Ezen kívül az elmúlt években a videótartalomra próbáltunk nagyon nagy hangsúlyt helyezni, hiszen a napi hírvideóknak a látogatottsága napi, heti szinten, ott nem lehet pontosan napi szinten mérni, hogy mennyi az elérhetőség, de mondjuk heti átlagban a hírvideóknak az elérése 40-50 ezer egyedi látogató. Ami azt jelenti, hogy a nyomtatott, az online írott verziókon kívül a Népszabadság, vagyis a NOL látogatói a videótartalmakra is kíváncsiak.